TV nézőként Kaci vagyok, és itt van valami Csirke. Sziasztok! Aki megint hozott magával egy fantasztikus társasjátékot, de ezért most nem kellett beáldoznod az egész szeretésedet, hála az Istennek. Honnan is van az a játék? Igen, a Delta Vision volt olyan kedves, hogy elpasszolt nekünk egy ilyen Star Wars lázadás társasjátékot. A GameStar-ban egyébként már több társasjáték tesztet is olvashattatok, és például az Eldritch Horror vagy a Skype, amit te teszteltél, azok is tőlük voltak. Úgyhogy most a régóta várt Star Wars Rebellion-nak a magyar kiadását kaptuk meg tőlük, eredetileg tavaly jelent meg a játék, de most itt van a lefordított csodás változat. Csudi jó. A Star Wars játék volt már ezerféle különböző mindenféle feldolgozás. Nagy rólatban mesélnél erről, csak ilyen pár mondatban, hogy ez kb. Mit tud? Persze. Klasszikus trilógia idején járunk. Ez egy aszimmetrikus stratégiai társasjáték. Két oldal van, nyilván van a lázadók és a birodalom. A birodalom hatalmas haderővel rendelkezik. Az ő feladatuk az, hogy megtalálják az Echo bázist, a lázadók titkos bázisát. De nem tudják, hogy ez hol van, ezért az egész galaxisba szét kell szórniuk a hatalmas nagy haderejüket, és könnyen kialakulhat az a helyzet, hogy megtalálják a bázist, de oda már csak olyan kevés egységet csoportosítottak, hogy nem tudják effektív elfoglalni. A lázadók feladata pedig az, hogy a galaxis bolygóit szépen lassan átfordítsák a saját oldalukra, és így döntsék meg Palpatine császár uralmát. Na, tök jól hangzik, ezt ugye legfeljebb 4 emberre lehet játszani, és mi az a hazugság, ami az oldalára van írva, hogy hány óra alatt lehet befejezni, mert 3-4 órát ír. 3-4 órát ír. Biztos, hogy nekünk több lesz. Miután kivontjuk játszani, és fogunk van egy kört, mert beszámolunk róla, hogy ez hány órában ért végül véget, de ezek a játékok nyilvánvalóan ennél egy kicsit tovább tartanak, főleg az első ilyen tanulókörökben. Na de szerintem lássunk is neki, úgyhogy ha megtennéd, nem akarom elvenni az örömedet, hogy talán itt segítek, hogy lefogom az alját. És le is cuppant. Igen, rögtön két szabálykönyvet is látunk, ez nagyon jó megoldás most ebben egyre több társas játék alkalmazva, hogy van egy ilyen bevezető szabályok névvel egy alapszabálykönyv, és utána a második füzetben már konkrét eseteket találsz, és akkor ezt kell csak fellapoznod, hogyha bármit nem értesz játék közben. Igen, itt minden szépen ki van bontva, hogy mi van a dobással, mi van az elpusztított egységekkel, mi van a kutaszkártyákkal, bármi is legyen az. Na, de szóval ezen túl vagyunk. Aztán itt vannak, nálad vannak ez a karakterlapoknak tűnnek. Lényegében a két oldalnak a kis kártyája. Emellé rakod le a karaktereidet, a küldetéseket. Úgyhogy ha 4-en játszatok, akkor is igazából két fél van, és a szerepköröket osztjátok le egymás között. Itt már a konkrét karaktereket látjuk. Igen, és akkor itt van Leia hercegnőtől kezdve Mon Mothma, Chewbacca, Luke Skywalker Jediként, mindenki itt van. Ezt megmutatjuk a kamera felé. Itt láthatjátok, hogy van egy pár karakter, akinél nincs ilyen kis kitüntetésikon. Azok a kezdő karakterek, mind a két oldalon 4, és a többit toborozni lehet majd a játék közben úgy csatlakoznak. Fú, na itt van, ez nagyon vastagnak tűnik. Igen, ez lesz maga a borda játék. Megengedett, hogy ezt kibontsam? Persze, szakítsd fel. Köröm nélkül valószínűleg nagyon nehéz lesz, de azért mindent megteszek. Léci, ez a legnehezebb része minden társas játékbontásnak. Tudtam, hogy nem nekem kéne ezzel beégni, de sikerült. Sikerül. Ezt pedig arrébb rakom, hogy egy kicsit arrébb, mert ennek bizony kelleni fog a hely. Nálam az a legnagyobb probléma a társasjátékozással otthon, hogy nincs egyszerűen akkora asztalom, amire fel tudnám állítani. Új, és ez rögtön két részből áll. Igen. És akkor megpróbáljuk valahogy úgy lerakni, hogy nagyjából jobb legyünk. Hát ez nekem ennél kisebb az asztalom konkrétan otthon, úgyhogy az egy mutatás tábla, és ugye itt vannak a különböző bolygók, oldalt a kártyáknak van hely, meg lehet mindenféle különböző jelölők, igen, dolgokat jelölgetni. Nagyon szép, tehát ezért az űr és bolygók témakörből szerintem a maximumot kihozták. Abszolút, nagyon jól néz ki, nagyon igényesen meg vannak csinálva. Na és akkor pakoljunk is föl rá egy-két figurát, mert jól sejtem.
azok is vannak a dobozban. Igen, hát vannak ugye dobókockák. Ezeket gyűrölöm, tegyük arra. Kártyák. Még kártyák. Rengeteg kártya. Kis kártya, nagy kártya, akciókártyák, még több akciókártya. Rengeteg különböző cucc van. Rengeteg. Jézus Mária. Figura van. Ez ilyen közel végtelen. Igen. Tehát a legnagyobb csillagrombolóktól kezdve a gyalogos egységeken át minden. Igen, ezek mondjuk egy Dark Souls-hoz, vagy valamilyen nagyobb figurás játékhoz képest, nyilván ezek nagyon parányak. Ezek a trooper figurák. Igen. Szóval nyilván nem akkor. De nagyon szépen ki. De igen, abszolút nagyon igényesen ki vannak dolgozva, ez az egyik. Másrészt meg, ahogy itt látjátok, ez alsó hangon 100 figura, de... Azt hiszem több mint 150. Szóval nyilvánvalóan ennyi nagyban bele se férne. Nyilvánvalóan ez egy alapból egy nagy doboz, és ebben most kényelmesen elférnek ezek a cuccok, de nyilván nagyon komoly lenne, hogyha itt mindent. Minden van itt tényleg. Tényleg, generátorok. Légvédelmi ütegek. Itt megpróbálom ezt valahogy nem elrontani, mert hogy van még egyben lévő halálcsillag, ahogy látom. Igen, meg van épülő. Külön lévő halálcsillag, meg mindenféle. Jó, talán most nem megyek bele abba, hogy ez hogy áll össze. Valahogy biztosan összeáll. Majd elbíbelődünk majd ezzel. Majd szétbohóckodjuk. De tényleg ilyen brutális nagy hajók, meg kisebb hajók, meg ez is össze pattintós hajó. Igen. Csillagromboló. Úgyhogy nagyon komolyan, tök szépen ki vannak dolgozva. Mm-hmm. Úgyhogy nagyon lesz kíváncsi neki. Vagyok, hogy ez hogy fog elsülni ez a játék. Ugye nagyon jó értékeléseket kapott az alapjáték, a Board Game Geek-en aztán valami nagyon a tetején van. Igen, a felső részen tanyázik. Úgyhogy elvileg ez nagyon jó játék, úgyhogy ki fogjuk próbálni, hogy milyen, meg ez hogy milyen ugye a magyar fordítás, mert ugye ez egy teljesen lemagyarosított játék. És a tesztet meg a véleményt megolvashatjátok majd a következő GameStar magazinban, illetve valószínűleg idővel majd online is. De ha szeretnétek mi hamarabb megtudni, hogy milyen, akkor a következő GameStar magazinból ez ki fog derülni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, meg iratkozzatok fel a csatornánkra, lesz még egy csomó hasonló tartalom, effektíve játékos videók is készülnek majd, mármint hogy társasjátékos. Úgyhogy ilyenekre lehet számítani. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!